December 7-én egy régi hiányosság szűnt meg azzal, hogy megalakult az Országos Szaktanácsadási Bizottság, amelyről még az UMVP 2007-es indulásakor rendelkeztek. Az alakuló ülést megelőző sajtótájékoztatón V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár elmondta, fontos, hogy a gazdák egyszerűbb támogatási rendszerrel találkozzanak, amelyben könnyebben eligazodnak. Láthatjuk azt, hogy a magyar szaktanácsadási rendszer az eléggé széttagolt, területei kevésbé definiáltak, lehatároltak, néha átfedéssel terheltek. Márpedig a gazdatársadalomnak elvárása az, hogy egyrészt a lehető legegyszerűbb szabályokkal találkozzon, itt nyilvánvalóan a korlátokat az Európai Uniós eljárásrendek jelentik, másfelől bonyolult rendszerben eligazodjon, és ahhoz megfelelő segítséget kapjon. A most megalakult szervezet javaslattevő, véleményező jogkörrel közreműködik az agrárszaktanácsadással összefüggő feladatok összehangolásában. Egyik legfontosabb feladata az elkövetkezendő időben a 2014 és 2020 közötti programozási időszak irányelveinek kidolgozása, amelyet majd a Vidékfejlesztési Minisztérium elé terjeszt. Fontos a hatékony szaktanácsadási hálózat kiépítése és működtetése is, amely egyrészt technikai segítséget nyújt, másrészt az egyes gazdálkodóknak eredményes szaktanácsadást biztosít. Mindehhez összehangolt munkára van szükség, amelyeknek koordinálása a Vidékfejlesztési Képzési és Szaktanácsadási Intézet kezében van. Hát ma alakult meg az Országos Szaktanácsadási Bizottság, amelyben ugye a VKSZ, mint Országos Szaktanácsadási Központ adja a társelnököt a főigazgató személyében, de nagyon fontos, hogy a szakmai munka is elindult, hiszen ez már egy több éves adósság ebben a területen, és nagyon jó beleillik abba a képbe, amit a VKSZ-nél újonnan szeretnénk, az a szakmai munkát erősíteni, illetve hatékonyabbá tenni, és ennek egyik ilyen eszköze lesz majd ez az Országos Szaktanácsadási Bizottság. Nagyon fontos, hogy mindenféle terület képviselve van magában a bizottságban, a 15 fős testületben, és ami egyedülálló, én azt gondolom, eddig erre nem nagyon volt példa, valóban gazdálkodó képviselők is vannak benne, tehát nem csak azok, akik kitalálják a rendszert, hanem akik a másik végén állnak, ők is benne vannak, és ez számunkra nagyon fontos, hiszen az intézetnek is ez a célja, hogy a gazdálkodók érdekét szolgálja minden tevékenységével. Ugyanakkor maga az Országos Szaktanácsadási Bizottságnak a működése azért az a mi belső működésünkben is segíteni fog, hiszen azt a szakmai tevékenységet, amit végzünk ezen a területen, ott fel fogja tölteni, tudni tartalommal, és én azt gondolom, hogy kontrolláltabb módon, illetve szakmai konszenzusok útján tudunk majd előre haladni. A bizottság újonnan kinevezett elnöke Jávor András lett, aki egyben a Debreceni Egyetem rektor helyettese, és az Észak-Alföldi Regionális Szaktanácsadási Központ vezetője is. Mi hiszünk abban, hogy a szaktanácsadásnak elsősorban a tudást kell szolgálni, a tudás felé kell, a ismeretek felé kell a gazdákat terelni azért, hogy versenyképesebb, hatékonyabb mezőgazdaságot tudjanak létrehozni. Ezért építettük fel úgy a rendszert, már a kitaláláskor is, hogy a területi szaktanácsadó központok azok teljes szakmai lefedettséggel létrejöjjenek, és kezdjenek el dolgozni a gazdákkal. Ott adjanak tanácsot, ahol arra szükség van, ahol a baj keletkezett, ahol megoldásra váró feladat van. És miután azért ezeknek a területi szaktanácsadó központoknak, illetve azokban a szakembereknek is van valamiféle tudás határa, ha még komolyabb gondok, még nagyobb problémák jelentkeznek, akkor fordulhatnak az egyetemi tudásközpontok felé, amelyek felsőfokú képzést folytató mezőgazdasági intézmények. Így gondoltuk el a rendszert, és reméljük, hogy mától kezdve ez ennek megfelelően is fog üzemelni. A finanszírozás az adott Európai Uniós forrásból, tehát a rendszer az tud működni úgy, hogy magyar adófizetők forintjait nem szükséges hozzátenni.